Üdvözlöm Önöket, ez itt a Cikádor magazin. A végéhez közeledik a Bátaszék és Báta szennyvíz hálózatának felújítása. A csatorna hálózatot majdnem mindenhol kiépítették. A bátaszéki szennyvíztelep rekonstrukciójának próbaüzeme jelenleg is tart. A közel 1 milliárd forintból megvalósuló beruházás júliusban fejeződik be. Nem beszélve arról, amit nem mondtam, hogy a talajterhelés. Báta polgármestere éppen arról beszél, hogy itt a település alsó részén a helyieknek eddig szippantos kocsit kellett hívniuk, hogy elvigyék a szennyvízüket. Ez a legmélyebb és legutolsó pontja a szennyvízvezetésnek. Itt állunk egy szennyvíz átemelő előtt, amely a nyomóvezetékbe átemeli a szennyvizet, és hát lassan elkészül, elektromosan már el vannak látva ezek az átemelők. Számtalanszor okozott ez gondot, ám az új átemelő építésével és az új szennyvízhálózat létrehozásával mindez már a múlté. A beruházás Bátán 300 millió forintból valósult meg. Remélem, hogy nem sokára megtörténik a próbaüzem. Egy műszaki probléma miatt, ugyanis itt a Duna melletti részen olyan kőzet található, kőzetpad, így mondanám, amit nagyon nehezen lehet átfúrni. Na most a kivitelezés során ezt a kőzet padot eltalálták, ezért egy plusz átemelőt kell megépíteni. Bátaszéken is sokat haladtak a szennyvízvezeték rendszer kiépítésével és a szennyvíztelep rekonstrukciójával az elmúlt hónapok során. Kövesd el Lajvéron a befejező szakaszokban vagyunk, a Gauzer telep teljesen készen van, a Orbánhegyi úton még az átemelő környékén dolgozunk, illetve hát az átemelőknek a komplett teljes beüzemelése, elektromos árammal való ellátása és egyéb dolgai, ezek még folyamatban vannak. Az új szennyvíztelepen a próbaüzem elindult és várhatóan nyáron fejeződik be. Úgy tűnik az első eredmények jók, mondta az Erőv régióvezetője. Várhatóan itt azért úgy szeretnénk, ha itt május-júniusra meg lenne az a vizsgálatsor, ami már bizonyítaná, hogy a telep maximálisan tudja az előírt paramétereket minden üzemállapot folyamán. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere szerint a 21. században már természetes, hogy egy lakóingatlan összközművesített legyen, ezért is nagy jelentőségű ez a beruházás. És ezekkel a beruházási elemekkel gyakorlatilag a város 100%-ban szennyvízcsatorna hálózattal fog rendelkezni. Így a településen 2800 méter vezeték épül, és 152 új ingatlant kapcsolnak be a szennyvízhálózatba. Jól haladnak az építkezések, ahogy az elmúlt alkalommal is említettük, most már javában zajlik a szennyvíztelepnek a próbaüzeme. Itt az üzemeltető arról is tájékoztatott bennünket, hogy azok a elvárt paraméterek, ami tervezési fázisban gondoltak, hogy a telepnek teljesíteni kell, ezek beváltották a hozzáfűzött reményeket, és jól működik a telep. A vezeték építésében is jó ütemben zajlanak a beruházások. Szinte azt lehet mondani, hogy két település részen, a Gauzer telepen, illetve az Orbánhegyi úton már készen van. Ott az átemelők környékét kell rendbe tenni, illetve az átemelők automatizálását kell befejezni. A közel 1 milliárd forintos fejlesztés várhatóan júliusban zárul le. Bátaszék harmadik éve alakult versvárossá április 11-én a költészet napján. Óvodások, általános iskolások, középiskolások és idősek együtt szavalták el Kányádi Sándor Előhang című versét a romkertben. Lehunna kék szemét az ég, lehunna sok szemét a ház, dunna alatt alszik a rét, aludd el szépen kis Balázs. Bár Pécsi Laura még csak 6 éves, nem ismeretlen számára a szereplés, a Felvidéki Néptánc Egyesület apró csoportjának tagjaként rendszeresen táncol, ezen kívül balettozni tanul, továbbá mesemondóként is bemutatkozott már a város rendezvényein. A költészet napján József Attila Altató című versét szavalta el, ez jelenleg a kedvence. Laura mindig is szerette a verseket, meséket, és igyekszik azokat minél előbb megjegyezni, hogy később fejből tudja azokat elszavalni. Azt mondja, ennek egy oka van. Mert Anna otthon szokott mesélni. A negyedik osztályos Varga Ivett, Bella István Áni Máni Messzenész című versére az interneten bukkant rá, és azonnal megtetszett neki. Mert minél több verset mondunk el, annál okosabbak, meg jobban fejlődünk, meg hát ilyenek. Tavaszok, nyarak, őszeim!
maradékaim s őseim. Bátaszék harmadik éve alakult versvárossá április 11-én, és idén sem maradhatott el a generációk versmondása sem. Óvodások, általános iskolások, középiskolások és idősek együtt szavalták el Kányádi Sándor Előhang című versét a Romkertben. A Magyar Költészet napját 1964 óta József Attila születésnapján április 11-én ünnepeljük, és ezt a fajta hagyományt szerettük volna továbbvinni, egy kicsikét átgondolni, és talán innovatívabbá tenni, és bevonni a bátaszéki közösséget. Ebben az esztendőben egy Kányádi Sándor verset választottam, az Előhang címűt, és ezt megkapják papíron a jelenlévők, és először előmondom, vagy fölolvasom, majd közösen elolvassuk, és egy ilyen nagy, hatalmas verses ováció lesz a végén. Ezen felül pedig a turisztikai információs pontban a mai napon, április 11-én mindenki versajándékot választhat magának teljesen ingyenesen, tehát aki bemegy vásárolni, illetve a környéken jár, annak ajánlom, hogy nézzen be és húzzon magának egy verset. 50 fajta vers, több száz darabbal készültünk, mert tavaly körülbelül egy óra alatt elfogyott, és remélem, hogy talál magának benne mindenki olyat, amelyik a szívének kedves lehet. Nyilván ebben a rohanó meg elidegenedő világban azért az emberek vágyják ezt a fajta intimitást, amit mondjuk akár a vers tud adni számukra. Én kifejezetten azért szeretem a verset, most már évtizedek óta mondhatom, koromból adódóan, mert ha van az embernek 3, 4, 5 vagy 8 perce, akkor belebújhat valamibe. Nem kell ahhoz egy könyvet elolvasni, amelyhez mondjuk napok kellenek, mire belebújik az ember. Egy vers, a vers az maga az élet eszenciája, belesűrítve 3 vagy 4 percben. Számomra ezért ennyire kedves. Aztán, hogy most ebben a rohanásban az ember tud-e szánni 2-3 percet, talán tud, és lehet, hogy ez a népszerűségének a titka, én ebben csak bízom egyébként. Illetve az, hogy a tájékoztatást megkapja mindenki, és örömünkre, legnagyobb örömünkre nagyon szívesen jelentkeznek. Akár a nyugdíjas klubból, akár az önóból jönnek már, készültünk nekik padokkal, hogy le tudjanak ülni, de az óvodások is első felhívásra azonnal jelentkeztek és jöttek. Számomra Kányádi Sándor nagyon kedves, úgy általában véve az erdélyi magyar irodalom, és próbáltam egy olyan verset választani, amelyik talán több ember vagy a jelenlévő generációk szívéhez is eljuthat. Ahol a keserű számban édesé ízesül, vannak vidékek legbelül. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Már a gyerekek is megtalálhatják kedvenc játékaikat újonnan nyílt osztályunkon. Étkező, konyha vagy fürdőszoba berendezés, tisztítószer. Nálunk mindent megtalál, amivel szebbé varázsolhatja otthonát. Ajándékot szeretne szeretteinek? Akkor is nézzen be hozzánk. Ezen kívül kínálunk komplett hőszigetelőrendszert nemes vakolattal, festékeket széles választékban, gépi színkeveréssel több ezer színárnyalatot választva. Forgalmazunk villanyszerelési termékeket, kötő és rögzítő elemeket, építőipari anyagokat, fenyő, fűrészárut. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, azt azonnal megrendeljük és napokon belül a rendelkezésére bocsátjuk. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Húsvét előtti vasárnapon vonult be Jézus Jeruzsálembe. Az egyház ezt a napot ünnepé emelte. Virág vasárnapon már a 7. század óta szentelnek pálma ágat. Bátaszéken barka szentelésre várták a híveket. Az ő halála bűneinket elvette, feltámadása megigazulást adott nékünk. Az ő dicsőségét vallja ég és föld, vallják az angyalok és főangyalok. Hangos szóval hirdetik, és vég nélkül zengik. Húsvétot megelőző vasárnap, azaz világvasárnapon barka szenteléssel várják a szentmisére érkező hívőket a bátaszéki nagy boldogasszony római katolikus plébánia templomban. Jézus Jeruzsálembe vonulásának emlékére évszázadok óta szentelnek különböző ágakat. Mindjárt az evangéliumhoz kell visszanyúlnunk. Ugye virágvasárnapján az Úr Jézus ünnepélyesen bevonult Jeruzsálem városába, és akik kísérték őt, vagy látták az úton, azok leterítették ruhájukat, vagy pálmaágakat terítettek az Úr elé, ahogy a szamárcsikó hátán bevonult Jeruzsálembe.
ünnepélyes volt ez a bevonulás, és erre emlékszik az egyház. De mégis ebben az ünnepélyességben már valami árnyékot látunk, észlelünk, ez pedig az Úrnak a szenvedése. Maga az Úr is tudta, és mi is tudjuk, hogy virágvasárnapján nem állhatunk meg, tovább kell lépnünk, majd a nagy csütörtök, utolsó vacsorai szentmisében, a nagy péntek kereszthódolatában, és hát nagy szombaton el kell csendesednünk az Úr sírjánál, hogy majd megünnepelhessük húsvét vigíliáján, húsvét vasárnapján az Úr föltámadását. Erre emlékezik Bátaszék is, és erre készülünk mi magunk is, az a közösség, akik vasárnapról vasárnapra itt vagyunk a szentmiséken. Azokban az országokban, amelyekben a pálmafa nem honos, tavasszal korábbi imbozó ágakat szentelnek. Magyarországon többnyire barkával helyettesítik a pálmaágakat, ezért nevezik a szertartást barkaszentelésnek. A barka megszentelése már a jövő évi hamvazó szerdára is továbbmutat, mert a megégett barkákat elégetik, és ennek hamuját elteszik jövő évre. Ezzel a hamuval fogják meghinteni magukat a hamvazó szerdán, emlékeztetve magukat arra, hogy ember por vagy, porrá leszel. A szentmise kezdetén az asszisztencia, a minisztránsok a templom hátuljához vonulnak szentelésre. Az idejévi időjárás nem tette lehetővé, hogy a templom körül nagy körmenetet tartsanak, ezért a templomban vonulnak körbe. A szentmise a szokott módon folytatódik, de az evangélium helyén Szent Lukács evangélistának Jézus passióját hallgatták a résztvevők, akik többnyire Bátaszékről és a környékbeli faluról érkeztek az egyházi eseményre. Az emberek, amit őrizték Jézus, csúfot üztek belőle, A sportnak kiemelt fontossága van a bátaszéki óvodások életében, az intézményben rendszeresen szerveznek sportnapokat, és a gyerekek ideje korán megtanulnak úszni. A rendszeres úszodalátogatás eredményeként a kicsik vízbiztonsága korán kialakul, és mire iskolába mennek, már az is kérdéses, kiből válhat úszó. A bátaszéki óvodások, hála az intézményi pedagógiai programnak, na meg a meglévő úszodának, ideje korán megtanulnak úszni. Mint azt majd látni fogják, az merész összefüggéskeresés, hogy ettől virágzott fel a sportág a városban. De hogy a jövő szempontjából fontos lépés volt, azt már a szakemberek is elfogadják. Az óvodában rendszeresen rendeznek sportversenyeket, melynek egyik állomása az úszoda. A legnagyobbak a szülők elmesélése szerint is izgalommal készülnek erre a napra. Nálunk kiemelt szerepe van a vízhez szoktatásnak, az úszásnak. Már középsős korban is elkezdjük a vízhez szoktatást. Ezt egy kolléganőnk végzi a tehetséggondozás keretén belül. Ezen kívül a nagycsoportosok valamennyien hetente egyszer átjárnak az úszodába, és ott szakember foglalkozik velük. Nagyon szép eredményeket érnek el a gyerekek. Igazából a célunk nekünk az, hogy szeresse ezt a közeget, szeressen a vízben lenni, ne féljen a víztől. Úgy gondolom, hogy ebben nagyon szép eredményeket tudtunk már eddig is elérni. Reggeli készülődés az úszoda előterében. Még álmosak a gyerkőcök, küzdenek időnként az oknikkal is, de menni kell, mert rövidesen be kell ugrani a medencébe. Amíg vízkész állapotba hozzák magukat, Nagy Ákossal, az úszók edzőjével beszélgettünk. Ő az, aki azt mondja, nincs közvetlen összefüggés a sportsikerek és a korai vízhez szoktatás között. Az óvodai úszásoktatásnak én azt gondolom, hogy nem elsősorban a versenysport felé orientálás a célja, hanem hogy kvázi egy kis úszó generációt neveljünk ki, olyanokat, akik a vízhez vannak szoktatva, tehát akik amikor az általános iskolában mennek, akkor nem lesz számukra ismeretlen ez a közeg. Viszont azért közvetve valamiféle összefüggés azért van, mert az általános iskolai alsó tagozatból próbáljuk utána később ki
mazsolázni, kiválogatni azokat a gyerekeket, akikből később úszóversenyzőt tudunk csinálni, és azért jelentős előnnyel indulnak azok a gyerekek ebben a válogatásban, akik már az óvodai úszásoktatásban részt vettek, hiszen kellő alapokkal rendelkeznek ahhoz, hogy utána majd az egyesületi tevékenységbe beintegráljuk őket. Minden kész, még a bemelegítés zajlik, a program vezetőjével a tapasztalatokról beszélgetünk. Kisné Buhet Klára azt mondja, első számú cél a vízbiztonság megteremtése. A gyerekek egy olyan vízbiztonságot szereznek, hogyha bármiféle helyzet előadódik a vízzel kapcsolatban, nem esnek pánikba. Erre későbbiekben az úszás tanulás folyamán olyan szempontból lehet építeni, hogy elemi dolgokkal már szinte nem kell foglalkozni. Egy magasabb szintről lehet ezt az úszást indítani, és a gyerekek is értik már a bizonyos technikákat. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, így az óvodába is, és mivel ilyen közel van az úszoda az óvodához, hogy mindenképpen jöjjenek a gyerekek úszni. Megvan ez a lehetőség már középsős csoportban, nagy csoportban, és a szülők is úgy veszük észre, hogy nagyon-nagyon pozitívan állnak a dologhoz. Izgulnak a gyerekek, úgymond az ő részükre ez az első megmérettetés, bár aki ismétlő nagy csoportos, az már tavaly is részt vehetett ebbe a versenybe. De izgulnak, örömmel készültek, és hát azt is mindenképpen elmondtuk nekik, hogy a részvétel a fontos. És aki már ide eljutott az úszodába, mert most sajnos csak 10 gyermek, 12-en jelentkeztek, de 2-en közben megbetegedtek, 10-en vállalták ezt a megmérettetést. Van, akinek simán megy a táv leküzdése, és akad, akinek többször neki kell rugaszkodni. De drukkolnak a szülők, sőt a gyerekek is egymásnak, és átérni a túlpartra önmagában is dicsőség. Mi már nagyon régóta járunk, tehát mi már olyan másfél éve elkezdtük ezt a szombat délelőttönkénti úszást, úgyhogy csak az előnyére vált a gyereknek, azt tudom mondani. Már tegnap este is nagyon izgult, hogy anya, és ha nyerek, és ha nem, és ha, akkor mi lesz? Nagyon, nagyon izgult, de ügyes gyerek. Persze volt időmérés, de nem azt számít, ki is igazán a leggyorsabb. Aki teljesíti a távot, pólóval is gazdagodhat, többen ebben feszítettek. Hogy végül kiből lesz úszó, majd az idő eldönti. A lényeg a mozgás és a sport szeretete. Ennyi volt mára a Cikádor magazin, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk Bátaszék friss híreivel, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!